Weitzman Viktorral fogok most beszélgetni a 2016 legvártabb filmjeiről. Hát üdvözöllek! Hello, hello, sziasztok! Hát igen, 2016 úgymond ez már az az előrevetítése a filmgyártásnak, amit már régóta megjósoltak, miszerint hát haldoklik Hollywood, ugyanis már többnyire... Már most haldoklik? Hát már régebb óta tart ez a folyamat, de mondjuk azt, hogy most ez a tökéletes példa rá, mert a legnagyobb neveket úgymond, hogyha beírjuk a keresőbe, hogy mit szeretnénk várni 2016-ból film aránylag, akkor általában két részre tudjuk osztani, vagy képregényfilmek, vagy pedig folytatások, előzmények, spin-offok és stb. Stb. Tehát... Ez már nincs új, amit tulajdonképpen tudni használni. Így van, hát és emiatt hát többnyire a nagyobb nevek között megbújnak olyanok, mint például, amit én nagyon várok a két dán rendezőtől. Ez egyik a Refn-nek a The Neon Demon nevezetű filmje. Ő egyébként a The Drive-ot rendezte, illetve a Valhalla Rising-ot, a másik pedig a Thomas Jensennek a Férfiak és csirkék, amiben Mads Mikkelsen lesz benne. Elég érdekes végjáték, ajánlom mindenkinek, de egyébként többnyire, itt most látom a Revenantot, igen, az is egy érdekes film volt. Igen, erről akarlak kérdezni, igen. Mert azért valamilyen szinten ez eredeti tulajdonképpen. Igen, ez egy folklór, amerikai folklór, és az alapján rendezték meg, de már nagyon sokan támadják, hogy végül is ez a kicsit ilyen akcióba beleöntött farkasokkal táncoló, de szerintem nem. Hát... Én bevallom őszintén, az a 3 óra kellemes csalódás volt, de nekem annyira nem tetszett. Tehát az Inari 2, remélem jól mondom, rendező egyik kedvencem, nekem a Bábel, a Kortszerelmek és a 21 gram is nagyon tetszett tőle, de ezt a filmjét annyira nem értettem, mert eddig ilyen társadalom kritikát vett elő, most pedig egy ilyen amerikai, hát ahogy mondtam, egy ilyen mendemondát. Ez elég érdekesen jön ki, mert ugye egy medvével küzd benne a Leonardo DiCaprio. Ja, meg hegyet mászik, meg kétszer meghal, sárban fedlenk. Így van, nekem a gonoszként jobban tetszett benne Tom Hardy, de reméljük, hogy végre megkapja az Oscart, mert ez Leo. Már... Így van, mert már az internet is mellette bojkottál, meg mindenki keményen harcolja. Szerintem meglincselnék az akadémia tagjait, hogyha most már nem adnák oda ezért komolyan. Szerintem a Bryan Cranston, akit egyébként a Breaking Badből ismerhetünk, jobban megérdemelné, de bocsánat érte. Szerintem a Wall Street, vagy éppen a Django Elszabadulban annyira zseniális volt DiCaprio, hogy már kiárhatott volna. Ezt akartam kérdezni, hogy szerinted a Wall Streetben nem érdemelte volna meg jobban, mint itt? Az a Scorsese film, az tökéletes volt. És Scorsese-nek van most új a filmje, ugye? Nem tudok róla, szerintem nem. A Bakelitet fogja Mick Jaggerrel rendezni, ami azért is érdekes, mert egy sorozatról van szó. És hát a rendezők egyre jobban kezdenek átfordulni abba, hogy sorozatokba gondolkozzanak. Tehát amíg 10 éve a B kategóriát jelentette azt, hogyha valaki egy sorozatban van, addig manapság már jutottunk oda, hogy tényleg egy Emilia Clarke vagy Trónok harcából egy Kit Harington is el tud jutni egy A kategóriás filmbe, vagy megkeresik a nagyobb nevek. Régebben ez nem volt jellemzés, például Tarantinónak is volt egy ilyen NCIS próbálkozás, hogy egy-két részt megrendezett, és most már rendezők is arra hajlanak, hogy sokkal könnyebb 9-szer egy órába elmesélni egy történetet, kibontani egy karaktert, mint például az, hogy 3 órába. Például ez manapság nagyon jellemző, hogy egy filmet már nem 1,5 órába gondolkoznak, hanem 3 és 2,5-be, ami hát nagyon nehéz végigülni. Az biztos. Beszéljünk még egy kicsit az Oscar jelöltekről, hogy szerinted melyik lehet a legjobb film, tehát melyik kapja meg a legjobb film Oscar-ját? Hát, ha nagyon elfogult akarok lenni, sajnos azt szoktam lenni. Nekem furcsa, hogy került be a mezőnybe, de tényleg a Mad Max tetszett a legjobban. Tehát... Ez most komoly? Tényleg. Én erre viszont nem gondoltam. Nekem az hát elég, ahhoz kell egy gondolkodásmód. Igen. Az biztos. Fú. Hát nekem gyerekkorom meg a határozó része volt, hogy VHS-en megnéztem többször is, az egyet és a kettőt annyira, hogy már a szalag nyúlt. Úgyhogy egyébként azért került be George Miller, mert neki is az a jellemzője ebbe a filmbe, ami a Saul fiában is egyébként, hogy egy teljesen új szemléletet mutat be, tehát a képi kezelés és a színek, hogyha megnézzük, hogy hogyan nézett ki az a sivatag, utána pedig, hogy mennyit keveltek rá képi világban, akkor teljesen új lehetőségeket nyit egy olyan filmgyártásnak, ami már folyamatosan csak abból él, hogy Bridget Jones 3 ebben az évben, Underworld, X-Men 6, tehát hogy folyamatosan a nagy nevekről még többet húzzunk le, és azért a Mad Max hát 4, ami szintén egy bőrlehúzás, nagy
attrakció, mert hogy képi világban teljesen más, vagy hát a Saul fia is. Csak új, a képi világban tudnak újat mutatni ezek után, már szerinted? Történetmesélésben is vannak érdekes új fordulatok, például megint Kis hazánk Oscar jelölt filmjét tudom felhozni. Jaj, mert nagyon szóba akarok te hozni itt a Saul fiát, úgyhogy beszéljünk már erről egyébként. Igen, arról beszéltünk. Az az igazság, hogy sokan beleragadnak abba, hogy ez holokauszt téma, pedig alapjába véve, hát ugye tudnunk kell a nemes Jeles Lászlóról, hogy ő egy történelem, illetve jó, de csak holokausztos filmjei vannak, a rövid filmje is csak holokausztal. Tehát én viszont megmondom, személy szerint nem bírom az olyan rendezőket, akik csak egyetlen egy témával képesek foglalkozni. A következő filmje meg 56-os lesz, úgyhogy... És én még azt is gondolom egyébként, hogy így a holokauszt témáról a Schindler listája, tehát az úgy elmond mindent megmutat, és kész, ott be kéne fejezni, mert szerintem mindenki tud már mindent a holokauszról. Isten igazából, ezért érdekes a Saul fia, mert azt ajánlom, hogy nézzétek meg, mert eléggé kemény téma, igen, de a képi világ az úgy épül föl, például a Dajk László látványtervező foglalta össze, kicsit hosszú leszek, bocsi. Mondd csak. Hogy Hollywood filmgyártása úgy néz ki, hogy Ben Hur díszletet látta a néző, látta a rendező, tudták, hogy mit csinálnak, felépítették, volt pénz. Következő a zöld háttérben ugrálunk. A színész nem tudja, hogy mit csinál többnyire, csak elmondják neki, hogy ide kell improvizálni, oda kell, és akkor ebből jött létre a Star Wars, illetve a Lucasék által ez a világ, amit manapság nagyon hasznosítanak, ez a zöld háttér. És a harmadik vágás, az, vagy ilyen ütem, vagy generáció, az most kezdődik el, azáltal, hogy a Saul fiába a rendező látja, hogy mit csinál, az operatőr is, a színész is, a látvány az fel van építve, de a néző csak a színész látja. Tehát a háttérben tudjuk, hogy mi történik, de csak így sejtetés miatt egy kicsit ilyen thriller-szerű az egész. Mind a mellett, hogy történetmesélésben is, hát hogyha szabad egy kicsit spoilereznem, nem tudjuk eldönteni, hogy most drukkoljunk Saulnak, vagy haragudjunk rá egy idő után. Tehát átfordul okosan a karakterfejlődés közben a film. Szerinted van esélye megnyerni az Oscart? Szerintem abszolút megnyeri, tehát... Na, akkor ezzel zárjuk is. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehettem.